Jótékonysági célja is lesz a hétvégi Újpest-Ferencváros futballderbinek, miután leégett a Lilák legendájának, az 56-szoros válogatott Tóth József Jokkának a háza. A két VB-n szerepelt kétszeres bajnok a stúdióban nejével Tóth Máriával és a segítséget szervező Foci Retro főszerkesztő Kovács Zoltánnal velük beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, ez Csokolom, szervusztok! Vittetek már jutalomfalatot Kóbornak, ugye a szomszéd kutyának, neki fontos szerepe volt, ő jelzett, a kutyus jelzett, miközben a család otthon aludt. Egy kis kiigazítást szeretnék kérni azért, mert nem pont ő volt, csak pont akkor ő jött, mikor a fotósok ott voltak. A két szomszéddal lejjebb van egy labrador, és ő jelzett a szomszédnak, hogy valami baj van, kijöttek, és ő menteni akarta tulajdonképpen a gazdáját, tehát abból derült ki, hogy valami baj van, és akkor észlelték a füstöt, hogy nagy baj van, és tényleg a szomszédok összefogása az hihetetlen. Mi történt ezen a bizonyos hajnalon, Jóska? Hát nem, aludtunk, és egyszer üvöltöztek, én legalábbis szomszédok, hogy gyertek ki, mert rég a házatok. Azt hittem, hogy kimentünk, és lobogott a tető. Tehát szabadon, mint mikor a középkorban embereket elégették. Olyan tűz volt. Olyan tűz volt, hogy egy rémálom. Egy biztos, hogy jelen pillanatban a ház lakhatatlanná vált. Igen. Most hol lakik a Tóth házaspár? Hát a szomszédban kaptunk egy kis lakást, ott húzzuk meg magunkat, mivel közel van a lakásunkhoz, így a személyes dolgainkat át tudjuk hozni. Dobozolás, bőröndözés, tehát... Hát meg most a felajánlotta. Jó, azt nem tudom. Nézzük csak a... Zoli. Igen, mert azért azt is meg kell itt nézni, hogy ilyen helyzetben segít a lilafehér szív, de azt is mondhatjuk, hogy segítenek a jó barátok, adott esetben hovatartozástól függetlenül, igaz? Így van. Én vasárnap reggel óta kapcsolódtam be, vasárnap ugye nehéz elérni bárkit is, akár hivatalos személyt vagy barátot, mégis elkezdtem telefonálni, tudják, hogy a Foci Retro által hatalmas a kapcsolatrendszerem, és a hétvégét félretéve bárkit zavarhatok, jó barátokra lehetem ezáltal. Kacisz Bélát, a Foci Sportsegély Alapítvány elnökét hívtam fel, aki nagyon jó barátom, azonnal elindította az MLS vonalat, Borbély Zolinak jelzett, utána szóltam Tóth Andrásnak, hogy az UTE és a Újpest önkormányzat vonal is el legyen indítva, hogy már jelezte, hogy akkor ezt elindította. A másik, az Újpest nagy család másik részét, az Újpest FC-nél Bőr Zoltánt és Berta Csabát is értesítettem. Rögtön mindenki megmozdult, illetve a közösségi oldalon egy felhívást tettem föl, hogy segítségre szorul közös barátunk, egy labdarúgó legenda, és hatalmas visszajelzés, sőt óriási volt, nem is gondoltam volna. Igen, én is rögtön felfigyeltem rá, és gondoltam, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Azt tudjátok-e, hogy, és lehet-e már tudni, mekkora akár, mikor lehet felújítani, mikor lehet visszaköltözni? Hát tulajdonképpen most már felmérte a biztosítók, előzetes felmérés van, több milliós akár, pontos összeget nem tudnak mondani, majd ha teljesen... Tehát ha elkezdjük a dolgokat, akkor jön még egy utólagos kárfelvevés, és akkor lesz. De tulajdonképpen a víz az többet ártott, mint a tűz. Ilyenkor az a robboló elejárul. Födén beszakadt, elázott minden. Tehát, hát még jobban. Tehát, teljesen tehát az a belsőleg tulajdonképpen a víz, ami nincs tető. Igen, hát jön egy tűzrész, és együtt egy átvíz is. Igen, mert kérdezik a tűzoltók, ők meg nem kímélnek semmit. Jó, hát nekik ez a dolguk. Nem vitás, tudom, csak az, hogy ugye törtek, zúztak. De a vízkár az nagyobb szerintem. Érzed azóta is azt, hogy odafigyelnek rád, hogy alakul az összefogás, és igen, hogy vannak barátok, és van segítségnyújtás a szomszédokon túl is ezek szerint, igen, meg igen, a klubon igen, túl igen. is? Hát a MLS is segít, az Újpest is segít, a polgármesterünk. Hát tulajdonképpen a Zoli tudja ezeket, mert megbízzuk a Zolit avval, hogy mi abban a lelki állapotban se tudtuk, hogy hova forduljunk. Hát meg most is. És most is a Zoli képvisel minket mindenhol. Egyszerűen ezt földolgozni, hát ez nem akármi.
Hát ez egyértelmű. Tehát tényleg olyan zaklatott állapotban vannak, és a barátságunkra való tekintettel, én képviselem őket és koordinálom az egészet, hogy minden segítő vonalat összehúzzak, és eznek az időzítése, mert privát üzenetben is, telefonban is rengetegen segítenek, plusz a hivatalos oldal, az egészet össze kell hangolni. Az, hogy tényleg lépésről lépésre tudjanak haladni, most ezt tematikai fel kell építeni, most a legfontosabb ugye, hogy alakhelyük meg legyen oldva, mert idegenben laknak, és több helyről is kaptak felajánlást Újpesti önkormányzattól, lakást, illetve a Fóti önkormányzattól, az Újpest FC-től. Most ennek a háttere rendeződik, hétfőtől úgy néz ki, hogy akkor megoldódott a szállásuk is, állandóra még a ház nem épül föl, tehát hatalmas segítséget kaptak, és ezek után jönnek majd az anyagi vonalak, ami majd most pont ott tartunk, hogy olyan vállalkozót keresünk, akinek van egy olyan kis csapat, ami több szakemberből áll, aki ugyanúgy az építkezést akkor koordinálná, hogy majd, hogy vissza kell bontani a házat, és újra egy kicsit föl kell húzni, és ennek a befolyt összegből lesz akkor ez fedezve, plusz a biztosításból, amiben jön. Most látjuk, hogy ma minden aranyéremért milliókat meg életjáradékot adnak, és milyen fizetések vannak a futballban. És itt van velem szemben egy 56-szoros válogatott labdarúgó, két világbajnokságot megjárt, és volt légiós és edző külföldön, tehát nemzetközi szinten is dolgozott. Az ember azt gondolná, hogy ilyenkor Tóth Jóka átköltözik a másik hat ingatlanából az egyikbe. De nem ez a helyzet. Hát sajnos nem így nem. vagyunk. Tehát mi hazajöttünk másfél éve. Hát Finnország az nem anyagilag, hát egy fokkal jobb, de hát szóval fényévekre ott van is, a mai labdarúgók fizetésétől. Ott is dolgoztunk mellette. Tehát én a futball mellett dolgoztam. Uh-huh. Egy zöldségkereskedésnél dolgoztam a futball mellett. Uh-huh. Hogy hát, mert hát hogy valahogy egy nem olyan kicsit fizetések voltak, nem olyan, hogy na most itt van, csak mondok egy összeget, 50 ezer dollár egy hétre, hanem ott 5 dollár volt egy hétre. Tehát és sok azért kellett elmennünk dolgozni, hogy... Na most azért ez, hogyha ma a két válogatottat összehasonlítjuk, akkor azért ez nem látszik már ez a nagy különbség, igaz? Amit viszont ott a lejjebb tapasztalt. Nem tudom, én megmondom őszintén, nem is nagyon. Újpest meccsen, mint a hazajöttünk, egyszer voltam kint Újpest meccsen. Egyetlen. Most megint kimehet, mikor jön a Szokolai László, Szokolai, ők szerveznek valami öreg fiúk meccset, és segítenek meg az Újpest is. Uh-huh. Tehát ilyen barátságos meccs, és akkor ott a bevételt, tehát adakozás. Igen, igen. Mert hogy egyébként, ahogy az elején mondtam, a derbi bevételéből is juttatnak most. Igen, az Újpest FC hivatalosan is megjelentette, hogy a hétvégi derbinek a bevételének az 5%-át felajánlja, keresnek még más forrásokat, hogy tudják még támogatni, sőt, még buzdítanak mindenkit, ugye minden több szurkoló jön ki. De amint láttam, a Fradi oldaláról is a szurkolók, tehát Fradi, Újpest szurkolói csoport, de a többi is a vidéki szurkolói csoportok is bekapcsolódtak, elképesztő az összefogás. Uh-huh. Megbecsül a Fraditából is. Hihetetlen, tényleg. Nem is gondoltuk volna, hogy nagyon köszönjük mindenkinek. Csak hát még a nevelő klubom, a Pécs, az nem nagyon jelentkezett. Mindenki fog valószínű. Hát, mindenki fog valószínű. Hát megmozdult tényleg az ország, úgyhogy ez hihetetlen. Ez hihetetlen igen. Segítség. Ezt fejben nehéz átélni. Hát igen, azért ilyen helyzetben most, ha nem történik ez, mert ugye azt is, ha már itt szóba hoztuk az előbb, hogy milyen fizetések voltak egykor, és milyen körülmények között élnek ma a labdarúgók, és mennyit tudnak félretenni a későbbiekbe, akár itthon is, tehát nem kell az elmenni külföldre, akkor hogyha te ma megnézed a válogatottnak ezeket a mérkőzéseit? Na most nyilván nem ezekre gondolok, az utolsó kettőre, mert most igencsak zaklatott állapotban voltál. Nem, megmondom őszintén, most már megy, hogy mikor lesz ez a Fradi Újpest meccs? Az most van hétfőn. Most arra kimegyünk, már meg vagyunk hívva. Hát de megmondom őszintén, nagyon elszakadtam a futballtól. Uh-huh. Tehát nem kértek föl, egyszer szóltak, hogy nem lennék valami ügyintéző, de mondom, nem, hát én nem ellenőr, hogy igen, igen, ellenőr. Minden hétvégén menjek el Debrecenbe, Nyíre, mondom, én nem utazok, nekem elég volt a utazásból, tehát uh-huh. Én nem vállaltam be. Még hogyha ott fóton valakik szól, hogy gyere Jokka, üzébe segítsék, beállok, de így én nekem elég volt a utazásból. Uh-huh. Utaztam életembe eleget. Az világos, de a futballból is eleged lett? Hát kicsit megcsömörlöttem. Még
jelentkeztem ott a pécsi öregfiúkhoz, azt mondták, hogy 19-en vannak, sokan vagyunk, nem kell lesz. Akkor jól mondom, nem, tovább nem erőszakoskodom. Uh-huh. És akkor a... Nem, hát tulajdonképpen mikor hazajöttünk Finországból, akkor nagyon szeretett volna bekapcsolódni a futball területén uh-huh. valamilyen munkában, mert azért még aktív egy kicsit, látszik rajta is, tehát nem hagyta el magát, úgyhogy szeretett volna a futball területén még egy kicsit dolgozni, átadni a tapasztalatait, de sajnos nem sikerült. Mindenhol zárt kapukat kapott, úgyhogy uh-huh. most ilyen csendesen éli a nyugdíjas éveit. Hát nem jó hírekről tudtunk beszélgetni, de reméljük, hogy ennek a házrészét illető hírek azok már jóra fordulnak. Én ezt kívánom nektek, meg azért azt is, hogy még valaki egyszer bekopogtassa a jókáékhoz, hogy kell a fociba. Reméljük. Ha lesz hajtó rajta, ugye? Ha lesz hajtója. No, ebben a helyzetben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük.